az Emlékezés formái című installációsorozat az utolsó állomásához érkezett. A Dorján Zalán, Nagy András, Terká Róbert, azaz a frissen Eozin névre keresztelt alkotócsoport munkáját március 5-től tekinthetik meg a látogatók az M21 galériában. Tanulmányaim során rajzzal foglalkoztam és médiaművészettel, majd hangtechnika irányába kezdtem el elindulni, és 2012-ben láttam életem első fényalkotását, ami annyira nagy hatással volt rám, hogy eldöntöttem, hogy ezt az irányt fogom választani. Mert hogy ebben a műfajban megtalálható minden, ami engem érdekel, a hangtól és a fénytől kezdve a programozáson keresztül az építkezés, mármint installálásig. És hát nincs azóta se két ugyanolyan projektem. Minden egyes munkám szinte teljesen különbözik egymástól, de nagyjából azt mondhatjuk, hogy az én munkám az élő animáció készítés és a valós időben való vezérlés körül összpontosul. De mi is az az élő animáció? Valójában ezt a számítástechnika kezdetétől kéne kezdenünk, hiszen a számítógépek azok kezdetben a 3D-s animációkhoz nem volt elegendő hardware teljesítményük, és emiatt nagyon sokat kellett várakozni egy-egy animáció vagy számítás elvégzéséhez. Majd jött egy szoftver, amit úgy hívnak, hogy Touch Designer, és én véletlenül pont ebben nyúltam bele, amikor elkezdtem foglalkozni ezzel, ami valós időben képes videókártyára illesztett számításokkal és bonyolult optimalizálásokkal élőben lehetővé tenni azt, hogy komplex animációkat tervezzünk és módosítsunk akár audioreaktívan, és ez így egy hasonló eszköz számomra, mint egy festőnek a festék vagy egy ecset, hogy ugye nem szeretünk, milyen fura lenne, hogyha egy festő beállna a vászna elé, húzna egy vonást, és egy perc múlva jelenne csak meg, tönkreteszi az egész alkotói folyamatot. Minden alkalommal, amikor lejátszódik ez az animáció, egy kicsit másként néz ki. Ez részben a tükröknek is köszönhető, hiszen a légáramlatok és a lógatott tükrök azok folyamatosan más-más pozícióba állnak. Azáltal, hogy egy néző belép a térbe, már változik a lézerek iránya, egyszerűen kis fuvallatokat okoz a térben, és ezáltal egy kicsit kaotikus ez az installáció, de egyszerre vezérelt is, hiszen egy kinetikus rendszert fejlesztettünk hozzá, aminek változása kontrollált. Tehát ez bővebben kitérve, hogyha arra gondolunk, hogy egy színház vagy egy film közti különbség az valójában annyi, hogy a színházban élő képet látunk, ami ugye megismételhetetlen a maga módján, míg egy filmben egy előre felvett többszöri alkalommal is megismételhető jelenetet látunk. Az installáció az Iris címet kapta. Tükörgömbünk, ami a központi eleme az installációnak, az egy foncsorozott búra, és ezen keresztül a lézernyalábok egy ilyen kromatikus aberráció, vagy kromatikus disperzió által a fényt azt külön fokokba töri meg. Ezáltal, hogyha én egy fehér fényt vetitek a gömbre, annak a tükröződése a földön, az szétbomlik hasonlóképpen, mint egy szivárványhártya. Valójában ez csak egy ilyen metaforája ennek a jelenségnek. De meg tudom mutatni majd, hogy tényleg olyan szerkezete lesz valahogy a tükörről lepattanó fényeknek a földön és a falon, mint hogyha a szemünkbe néznénk bele. Az Emlékezés formái 2 című kiállítás installációi március 27-ig látogathatók Pécsett az M21 galériában.